rácsatlakozol, és már gyakorlatilag hallod azt, amit a másik csinál, teljesen tisztán. Elkészült az egykori 48-as klub épületében a Silent, vagyis csendes stúdió. Ezeken a felvételeken Csiernyik István, a Gyulai Zeneműhely Egyesület elnöke mutatta be, hogyan garantálják a próbák során a szomszédok nyugalmának megőrzését. A csend persze nem jelenti azt, hogy a zenészek sem hallanak semmit. Ők a füleseken keresztül tökéletesen hallják, amit játszanak. Egyedi, mert igazából én már végigjártam majdnem úgymond Békés megyének a termét, és kevés van. És itt a Gyulára kéne, mert nagyon sok zenész van, akiknek nincsen lehetőségük helyet bérelni egyáltalán, és ez szerintem ez itt egy hatalmas lehetőség nekik. Főleg így, hogy csendes. Nem zavarnak senkit, itt lehetnek gondolom bármeddig, úgyhogy nem lesz itt, nem lesz baj egyáltalán. A zeneműhely egy pályázatnak köszönhetően újította fel az épület egy részét. Itt alakították ki azt a hiánypótló stúdiót is, mely sok lehetőséget tartogat a helyi zenészek számára. A szombat délelőtti megnyitón Csiernyik István elmondta, nagyon nehezen jutottak el idáig, az ötlet megszületésétől 3 év telt el. A tervünk pedig az elsősorban, hogy kicsit felkavarjuk az állóvizet. Szeretnénk a helyből és a környékből zenészeket kicsit összekovácsolni, ugyanis nagyon sokan nem is tudnak egymásról. Ez a hely ez pontosan arról fog szólni, hogy majd itt egyszer csak azon kapja magát az ember, hogy akitől veszi minden nap a kifit a boltba, ő egy énekes, és mondjuk ő énekes keresett eddig, és akkor ez így teljesen jól lesz, hogy a kapcsolni ezeket az azonos érdeklődésű körű embereket. Úgyhogy az első körben azt tudom elmondani, hogy a zenészeknek a segítése hangszerek által egy olyan térkialakítás, ahol tudnak élni a szenvedélyüknek. Az eseményen elhangzott, ez most egy részlegesnek nevezhető nyitás, a teljes koncepció ugyanis egy klubhelyiségről és több teremről szól.